Köszöntelek a csatornámon. Akkor, ahogy ígértem, folytatnám az online, hogy mit tapasztaltam. Most ugye az előző videóban arról beszéltem, hogy amikor én voltam úgymond tinédzser, meg fiatal felnőtt, akkor milyen társkeresés, tehát a társkeresés módjának milyen lehetőségeit fedeztem fel, és ugye elmondtam őszintén a tegnapi videóban a véleményemet. Most arról szeretnék beszélni, indítok egy sorozatot, hogy a Facebookon én mit tapasztaltam. Ennek én a családomba egy illető 2011-ben regisztrált, és tavaly, tehát 2021. augusztus elején, vagy július végén, vagy augusztus elején én töröltem, tehát akkor került megszüntetésre a fiókom. Pofon egyszerű, mielőtt megkérdezné valaki, már beszéltem, talán lehet, hogy említettem egy-két videóba, azért nem foglalkozok vele, mert az utóbbi időben, igazából akkor el is mondom a véleményemet erről, annyira elszomorított, hogy ilyen nők találhatóak az online ismerkedésbe, tehát meg magába az online társkeresésekbe, hogy nem igazán szimpatikus, ez az egyik. Kettő, hogy a hozzáállás, ami engem mondjuk ki tud ábrándítani egy nőbe, úgyhogy, és a hozzám közel állókba, tehát ismeretségi körön meg a kapcsolatrendszeremben én ezt elmondtam, hogy nem tartom fönt a Facebook fiókomat, úgyhogy ezért került törlésre, és mivel én azért úgy gondolkozok, hogy 2015 év vége óta, tehát 2015 november-decemberéről beszélünk, én azóta korlátlan lakossági előfizetéssel rendelkezek. Jó, persze 2020-ban már más a telefonszolgáltatón, mert volt egy még olcsóbb és még többet adott, de ez az, amit igazából ennyi luxust megengedek magamnak, és azért sok mindenhez nem árt a telefon, tehát azért nem csak a családhoz, meg a magánélethez, hanem egyéb üzletelgetésekhez is, és így oldom meg, akivel akarom tartani a kapcsolatot, vagy pedig ugye e-mailt írok. Röviden tömören ennyit erről, most pedig 2016-ról szeretnék beszélni. Akkor már közalkalmazottként dolgoztam, 22 évesen, és volt egy lány, talán egy évvel volt talán idősebb tőlem, hozzáteszem, eladóként dolgozott, ráírtam, beszélgettünk, aztán úgy, főleg így, hogy az éjszaka közepén írtam rá, és ugye aztán egyszer csak visszaírt. Tudjátok, olyan érzésem volt, hogy nem azt adja vissza, tehát azt akarom nektek ebben mondani, mint amit élőben tapasztaltam. Tehát mondjuk egy osztálytársnál, mondjuk egy komoly vadidegen nőnél, tehát nem egy karakánságot, egy egyéniséget tapasztaltam, hanem az az első, ami nekem feltűnt, hogy bele van fásulva egy fiatal nő, vagy egy fiatal felnőtt az életbe. Tehát bele van fásulva magába a társkeresésbe, mondom ezt nyilván, amiket Messengeren írt, én ezt állapítottam meg ezt szűrtem le, akkor arról nem is beszélve, hogy lázadna a szülei ellen, szeretne változtatni, de nem tud, és a lényeg az egészben, hogy akkor is egy kicsit már láttam, hogy nagyjából mi az, amiket meg kell tenni, hogy te a nőknél, tehát hogy tudjál nőkkel ismerkedni, meg hogy tudjál egyről kettőre lépni. Egy a lényeg, megadta a telefonszámát. Nos, megadta a telefonszámát, nem aznap, hanem másnap fölkelek, fölhívom, ez megint ilyen éjszakás volt, akkor pont két napom, tehát szabadnapos voltam, fölhívom, elkezdünk beszélgetni, és így úgy képzeljétek el, hogy akkor volt egy ilyen hagyományos nyomógombos készüléken, és tableton intéztem ezeket a dolgokat, nekem nyilván volt egy smart TV-n, de az ilyen Facebookon meg az ilyeneket, hogyha nem volt lehetőségem laptop elé leülni,
akkor egy tableten intéztem el ezeket a dolgokat, és úgy képzeljétek el, hogy hát a telefonban a hangja se volt annyira, hogy mondjam nektek, olyan megnyerő, hogy most én férfiként úgy beleadok ebbe a kapcsolatba, hogy ezt értékelés a nő, azt akarom ebben mondani, hanem az egésznek ilyen leterelős dolga volt, és a lényeg az egészben, hogy beszélgettünk több oroszán keresztül, persze megnevettettem, meg volt egy-két dolog, ami azért le tud szűrni az ember, de azt kell mondjam nektek, hogy hát pénzre ment, és na most azért én úgy gondolom, hogyha ha valaki, és én ezt férfiként gondolom, tehát hogyha én nem akarok valakit, tehát valakitől semmit, akkor én úgy gondolom, hogy egy nő ne adja meg az elérhetőségét. Beszélgessenek, vagy ott van a Messengeren, ugye ez az ingyenes felhívási lehetőség, és akkor maradjon ebbe a dolog, de az, hogy most én adok egy telefonszámot, és akkor, hogy a nagy fehér hercegre vártam, tehát ez nem. És ami még igazából nekem feltűnt, hozzáteszem, helybeli volt a lány, hogy nincs, tehát azt akarom ebben mondani, hogy ezeknek a nőknek, meg lányoknak egyszerűen, tudjátok mire jöttem rá, hogy ezek igazából nem is társat keresnek, hanem egy ilyen beszélgetős valakit, aki így a lelkét, tehát hogy meg tud nyílni, el tud beszélgetni a problémáiról, megnyugszik, átgondolja a helyzetet, és most két lehetőség van. Vagy visszamegy az exéhez, vagy pedig felhasznál téged. Tehát vagy anyagilag, vagy más dologban, mert hogy mondjuk te férfi vagy, azt el tudsz valamit intézni. Tehát azért én úgy gondolom, hogy főleg azért ezek nem mai nők, tehát sok részük, meg mondom a fiatalok is, tehát azért egy éve volt tőlem idősebb a csaj, hogy bele van fásulva az életbe. Hát most ez olyan dolog, hogyha nem próbálkozol, akkor nem tudod meg. Meg a másik dolog, hogy hát miben legyen bele fásulva. Én körülbelül most 13 éve mondhatnám azt, hogy bele vagyok fásulva, mert hogy nem tetszik, hogy most ki kell hétfőnként a kukát helyezni. Én nem tetszik, hogy most mennyi mindennel kell foglalkoznom napi szinten, de mégis azt mondom, és nem csak azért, mert youtuber vagyok, hanem úgy gondolom, a véleményem alapján, hogy én sokkal jobban érzem magam ebben a felnőtt világban, mint amikor gyerek voltam, ebben azt akarom nektek mondani. És röviden tömören ezt így összegezve, tehát a problémám az ezekkel a nőkkel, hogy nem életképesek. És azért is hagytam rá ezeket az online ismerkedéseket, én legutoljára októberben volt egy, hogy nem működik. Tehát én ezekben az online társkeresésekben nem hiszek, és az elkövetkezendő sorozatokban mindig más fogok bemutatni, mi az, amit tapasztaltam a Facebookon. Úgyhogy ennyi lett volna a mai videó. Sziasztok!